halma a fa alatt nyári piros hal. Ismét felcsendült a mulatos és cigányzene, és ezúttal is hálásan tapsolt a közönség az Újpesti Ifjúsági Házban, ahol most is László Mária vendégei szórakoztatták az örök ifjakat. Már-már hazajárnak ezekre a nóta délutánokra, olyanok, mint egy nagy család. Mi az Olaják otthonból jöttünk, Újpalotáról, 17-en, most már ilyen szépen feldúzott a létszámunk, és én hát mondhatom azt, hogy 13 éve járok. Még a régi kis épületben is voltunk, ugye azt kinőttük, ide kerültünk, azóta én rendszeresen minden alkalomkor. Úgyhogy hagyd nem mondjam, hogy hányszor, de nem tudom összeszámolni. Mi nekünk nagyon jó. Szeretünk ide járni, sok ismerős van, nagyon jó a műsor, kiváló. Nagyon szeretek minden zenét, válogatás nélkül, műfajnő válogatás nélkül, de múltkor is kedden voltunk egy csodálatos előadáson. Egyszerűen engem a zene az olyan szinten tölt fel, egy-egy napi előadás, hogy utána néhány, 3-4 napig boldog vagyok. Keresek egy régi utcát, keresek egy régi házat. De nem csak az idősebbek, középkorúak is jöttek. 10 éve ide járunk, és a papa, a Tibinak az apukája, a papa, nagyon szereti a magyar nótát, és mondta, hogy egyszer próbáljátok ki, hogy ha egyszer kipróbáljátok, akkor egész életetekben, míg éltek, jönni fogtok. Függőséget okoz? Hát nekem igen, pedig én még nem is vagyok olyan öreg, remélem nem látszik, de igen, függőséget okoz. A zenét mindenképpen szeretem, igen. Nem jellemző mondjuk, hogy a magyar nótát hallgatnám, de édesapám kedvéért nagyon szívesen eljövök és meghallgatom a nóta este, vagy a nóta délután. Kifejezetten az apukája kedvéért jött. Abszolút. Ez a hölgy, ha hiszik, ha nem, több száz kilométert utazott, hogy itt lehessen az ifjúsági házban. Debrecenből. Debrecenből szoktam jönni, és még ősz vagy tavasszal is, most is, igen. Én egy országos zenebutik vagyok. Miért jön? Mit jelent önnek ez az érzés? Hát én nagyon szeretem a zenét, ott ülődünk a rádiószól, úgyhogy én egy nyugdíjas táncsoportba járok még, egy hagyományozóba, Hajdúdorogon, és a zene mindenem. Az Alma a fa alatt elnevezésű ünnepi nótagálán Nyári László primás és öttagú cigányzenekara húzta a talpalávalót.